Hello srácok, üdvözlök mindenkit! Ma újra festeni fogunk, és ki fogunk próbálni egy technikát, amiben nem használunk öntőmédiumot, helyette a festékeket csak vízzel kevertem össze. Egy Dutch port fogunk csinálni, tehát egy hajszárítót fogok használni, és az a tervem, hogy ide csinálok egy kis festékpárnát erre a 30x30 cm-es vászonra, és utána középről elindulva kifújom a vászon szélei felé a festéket, és remélhetőleg egy ilyen szép mintázatot fog ez létrehozni. Röviden a festékekről, amiket használni fogok. Liquitex Basics-től ez az ultramarin kék, amiben utána tettem még egy csepp feketét, hogy sötétebb legyen. Lucas festékeitől ez az Arctis nevezetű, Artézától ez a gyöngyház türkis. Szintén Artézától ez a gyöngyház rézarany, Lucastól ez az Ivory Black, és a fehér pedig szintén Liquitex Basics, titánium fehér. Minden festéket úgy kevertem össze, a két gyöngyház festéket leszámítva, hogy 30 g festékhez adtam 20 g vizet. A két gyöngyház festék, tehát ez a rézarany, valamint ez a türkiz, ők pedig 25 g festék és 10 g víz keveréke. Megpróbálom megmutatni nektek, hogy milyen az állaga, viszonylag híg. Van itt egy kis papír nekem, amivel készültem, mert nagyjából elhatároztam, hogy milyen sorrendben szeretném ráönteni a vászonra a festékeket. A vászont egyébként előkészítettem, egy kicsit befestettem az éleit, hogyha nem jutna el mindenhova a festék, akkor mégsem maradjon fehér, és beragasztottam a hátulját, hogy festés után, hogyha ezt lehúzom, akkor az viszont szép fehér legyen. Szóval a feketével fogom kezdeni, ebből öntök egy kis párnát ide középre. Kicsit megfáklyázom, de ennek nem az a célja, hogy cellákat létrehozzon, csak ezeket a levegő buborékokat, amik a felszínén vannak, ki szeretném durrantani. Na hát srácok, ilyen lett a végeredmény, nekem összességében tetszik a kép. Sok a fekete és átvette a kép nagy részét, és vagy nem elég erős a hajszárító, vagy túl sűrű lett a keverék, és nem tudtam igazán elfújni a festéket mindenhova olyan könnyedén, de mindegyikből van egy kicsi maradék, úgyhogy gyorsan előkészítek egy másik vásznat, és megpróbáljuk egy kicsit hígabb keverékkel, és meglátjuk hát, hogyha azzal még szebb lesz. Na, szóval csapó 2, jön azok a színek, és ugyanabban a sorrendben fogom rátenni, mint az előbb.
Amit változtatni fogok, hogy kevesebb feketét teszek a közepére, hogy kevésbé vegye át talán ezt az egész középső részt. Hát jóval hígabbra csináltam most a festékeket. Egész olyan az állaga, tehát egy picit, amikor sok van a spatulán, akkor így lefolyik, és utána elkezd csepegni már, mint a víz. Oké, hát fussunk neki még egyszer. Szóval... Szóval itt láthatjátok akkor a két képet egymás mellett. Itt nektek jobb oldalon látható az, amit először csináltunk, ami a sűrűbb keverékkel készült, és itt bal oldalon nektek a második kép. Nekem személy szerint a hígabb keverékkel készült sokkal jobban tetszik, de meg fogom tartani ezt is, mert kíváncsi vagyok rá, hogy hogy szárad. Most látszik rajta, hogy a felület eléggé hullámos. Ez biztos, hogy ahogy el fog belőle párologni a nedvesség, teljesen ki fog lapulni, de ez, amelyik a hígabb keverékkel készült, ez már most sokkal szebben elterült a vásznom, és elég jól sikerült megszabadulni ettől a teljesen fekete középtől is, és szépen feljöttek ezek a kis cellák. Szerintem mindenképp megérte a második próbálkozást a hígabbal. Hogyha szeretnétek, hogy csináljak még ilyet, akkor írjatok egy kommentet, vagy hogyha szeretnétek, hogy kipróbáljam ugyanezt a technikát egy nagyobb vászon, vagy ha van más, amit szeretnétek, hogy kipróbáljak, akkor nyugodtan írjatok egy kommentet, lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel a csatornára, kérdezzetek. Szokás szerint mindjárt csinálok egy pár közeli képet mindkettőről, és kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok majd hozzájuk. További szép napot, sziasztok!